az augusztus végi Szegedi Ifjúsági Napok rendezvénysorozat kapcsán természetesen nem csak az együttesekre voltunk kíváncsiak, hanem a civil társadalom megmozdulásaira is. Nagyon sok mindennel készültünk, mint rehabilitációs alapítvány, ugye megváltozott munkaképességek, mozgásukban korlátozott látás és hallássérültekkel foglalkozunk, ugye valami otthoni gyógytornát is végez az alapítvány, tehát azokkal kapcsolatosan különböző feladat. Ugye van egy ilyen, hogy vakszobánk, ahol bekötött szemmel ki lehet próbálni, hogy milyen egy vajas kenyeret megkenni, vagy egy zsíros kenyeret, valamint ki lehet tapogatni különböző tárgyakat az asztalon. Ilyen elhelyeztünk például egy ilyen oroszlán fejet, ami ugye nagy gondot okoz a jelölteknek, hogy egyáltalán kitalálják ezt. Más egyéb elfoglaltságok is vannak, keresztrejtvény, vagy egyáltalán beszélgetések a megváltozott munkaképességűekkel, és különböző más jellegű feladatokkal is készültünk. Ez egy olyan kezdeményezés, amit bő egy évvel ezelőtt hoztunk létre. A csavar a dologban az, hogy ezt egy teljesen egészséges lány találta ki, és ő keresett meg így egy ismerősön keresztül, hogy szerinte működne az a dolog, hogyha létrehoznánk egy olyan bulit, úgymond, ami olyan embereknek szólna, javarészt, akik valamilyen sérültséggel élnek, tehát mondjuk kerekesszékesek, vagy mozgásukban valami módon sérültek, vakok, gyengén látók, süketek, ilyesmik. És akkor így ezt elkezdtük így megbeszélgetni, és akkor így azóta most bő egy éve van már ez a buli. Most ünnepeltük nyáron az egyéves évfordulónkat, és akkor az ifjúsági házban van általában egy ilyen másfél-két havonta, és ez egy ilyen teljesen ilyen úgymond hát ingyenes buli, akik eljönnek, azok ingyen jöhetnek be. Úgymond ilyen batyus bulit szoknak tartani, tehát aki tud otthonról hozni ilyen kis süteményt, szendvicseket, akár egy kis innivalót, ilyeneket, az persze mindenkitől szívesen látjuk. És ami még a másik jó dolog az egészben, hogy akik jönnek épek egészségesek, mert ugye ők is szoktak jönni, elég sokan érdeklődnők, pláne hogy így elterjedt az egy év alatt, nekik lehet választani egy kihívást a bejáratnál mindjárt, ami arról szól, hogy vagy belülhetnek egy kerekesszékbe, vagy bekötik a szemüket, kapnak egy ilyen szemkötőt, és akkor ilyen bottal járkálhatnak, meg segítsége, vagy pedig bedugjuk a fülüket, és akkor azt próbálják ki, hogy milyen süketen szórakozni, bulizni. Mennyi fogyatékkal élő van itt a színen, tehát mondjuk akik célközönsége is lehetnek ennek a programnak? Hát szerintem egyelőre az a baj, hogy ami sok máshol, hogy nem nagyon mernek kijönni. Vannak egy páran, de főleg például itt a civil falu keretein belül, mert amúgy valahogy nem nagyon szeretnek el. Tehát ezért is hoztuk létre ezt a Csak azért is bulit is, mert így sokkal jobban eljönnek a sérült emberek is szórakozni, mint egy úgymond egészséges szórakozó helyre, mert sajnos én is jártam már úgy nem egy-két helyen, hogy oda mentem volna, bulisztam volna, bent is voltam már mondjuk a buliba, mert mondjuk bejutni is olyan túl könnyű, pláne egy szórakozó helyre, de igen, csak megnézik az embert, meg aki nem annyira művelt, az még megjegyzést is tesz, hogy mit keres ez itt meg ilyenek. Itt a színen egyébként könnyű boldogulni kerekesszékkel? Javarészt igen, elég jó meg van oldva, vannak akadálymentes WC-k is lerakva, minden segítőkészek például ott direkt van odaállítva melléjük ilyen segítő ember is, úgyhogy akár egyedül is lehet jönni, menni teljesen. Ami egy kicsit nekem furcsa, hogy az ilyen sátras színpadokhoz például nincs egy rámpa rakva, ami mondjuk egyszerűbb lenne a bejutás, mint hogy megkérni ott két-három embert, hogy emelgessenek föl, de hát ha ezek után majd ez is megoldódik. Egy kis érzékenyítést, kis játékot hoztunk arról, hogy mi is az a gluténérzékenység, mit tud
mit lehet róla tudni, mi a diéta, mik a főszabályok, hogyan lehet egyáltalán diagnosztizálni, és egyáltalán hogyan lehet vele együtt élni. És egy kis játékot találtunk ki, Hamu Pipőke projektnek neveztük el, ugyanis azokat az alap gabonákat vegyítettük össze, amelyek nekünk egyfelől károsak, a búza, árpa, zab és a rozs, illetve azokat a jó gabonákat, amelyeket mi fogyaszthatunk. Ezeket egy kis tálba összevegyítettük, és a színlátogatónak az a dolga, hogy kiválogassa a jókat a rosszak közül, és közben persze beszélgetünk mind arról, hogy mi is az a gluténérzékenység, vagy hogyan lehet felfedezni, és mik a szabályok. Miért fontos ez egy egészséges fiatalnak, hogy ezeket tudja? Mi ezt tapasztaljuk, illetve hát statisztika is bizonyítja, hogy a lakosság közel 2%-ánál már diagnosztizálva van, és azért még ez csak a jéghegy csúcsa, tehát sokaknál lehet, hogy olyan tüneteket produkál, amelyek nem egyértelműek, hogy azonnal gasztroenterológiára irányítják, és azt mondják, hogy ez egy emésztőszervi probléma, de mi olyan információval szolgálhatunk, amely lehet, hogy a gyanút már megigazolhatja, hogy akkor érdemes ezen elgondolkodni, illetve azt tapasztaljuk, és itt már ebbe bele is futottunk, hogy van az ismeretségi körben a barátok között már diagnosztizált lisztérzékeny, és akkor már így ilyen aha élmények vannak, hogy aha, akkor ide jöhet, és akkor itt kaphat információt, illetve már volt arra példa, hogy már itt tudtuk szegedi éttermek felé irányítani a színlátogatót, hogy hol tud biztonsággal gluténmentesen étkezni. Mik a visszajelzések, az eddigi visszajelzések a munkákkal kapcsolatban? Eddig nagyon pozitív volt, meglepődnek, amikor a válogatás, a kis gabona válogatás van, illetve szponzoraink segítségével, egy kis kóstolóval tudjuk megjutalmazni a színlátogató fiatalokat, és így nagyon pozitív visszajelzések vannak, hogy érdekes játékot találtunk ki. Az Egyesületnek miért jó, hogy itt van és jelen van? Tudunk egy kicsikét érzékenyíteni, illetve már évek óta kint vagyunk, már visszajáróként is. Szeretjük ezt a közeget, és azt is látjuk, hogy minél fiatalabb életkorban tudjuk az érzékenyítést elkezdeni, illetve ezt az információt, annál jobb mindenkinek, minél hamarabb akár kiderül, hogy családban vagy akár önmaga is lehet érzékeny, gluténérzékeny, és el tud indulni a gyógyulás útján, vagy egyáltalán a kivizsgálás felé. Az életet, ha megfakulnak, s az élet.